A május elsejei és húsvéti ünnepek miatt az Óbecsei Egészségház nem dolgozik május elsejétől 6-áig. Ezeken a napokon ügyelet lesz a következő beosztás szerint. A Péter Évei rendelőben 7-től 10 óráig dolgoznak a hétvégi munkaidő szerint. A Bácsföldvári rendelőben 7-től 10 óráig dolgoznak szintén a hétvégi munkaidő szerint. A Bácsföldvári gyógyszertár 7-től 10 óráig tart nyitva. Radicevicje Milesevon és Újfaluban a harmadik helyi közösségben a hétvégi munkaidő szerint 7-től 10 óráig fogadják a betegeket. A Gyermek és Ifjúsági Egészségvédelmi Szolgálat a gyermekdiszpanzér május 2-án, 4-én és 5-én 8-tól 13 óráig fogadja a kis betegeket. Az Óbecsei Gyógyszertár május 2-án, 4-én és 5-én 8.30-tól 13 óra 30-ig tart nyitva. Újfaluban a gyógyszertár május 3-án és 6-án 8-tól 12 óráig dolgozik. A sürgősségi szolgálat 24 órás ügyeletet tart a hétvégi munkabeosztás szerint. A légzőszervi rendelőben ezeken a napokon 7-től 17 óráig fogadják a betegeket. Az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 16 törökországi résztvevőt és angol nyelvtanárt fogadott az AFS Interkultúra Nemzetközi Csereprogram keretében. A 7 napos tartózkodás alatt az Óbecsei Általános Iskola diákjai és tanárai családjaiban szállásolták el az adanai magániskolából érkező vendégeket. A csereprogram koordinátora Daniela Tyúk angol nyelvtanár, az iskola csapata pedig gazdag programmal, változatos tartalmakkal és tevékenységekkel készült, azzal a céllal, hogy közelebb hozza a vendégekhez ennek a vidéknek a kultúráját, szokásait és szépségét. 16 vendégünk érkezett néhány tanárral és szülővel, és ami számunkra szintén érdekes volt, az, hogy kijelentették, hogy gyermekeik nálunk most először érezték a biztonságos mozgásszabadságot, ugyanis voltak Óbecsén városlátogatáson különféle feladatokkal, hogy például fényképezkedjenek bizonyos épületek előtt. És mivel 12-13 évesek, ők most életükben először szülők nélkül egyedül mehettek a városba. Az ő kultúrájuk, országuk, államuk ugyanis nem engedélyezi, hogy szülői felügyelet nélkül szabadon járkálhassanak a városban, és ezért is érkeztek a szülőkkel. A szülők és a tanárok is nagyon kedvesek, aranyosak. Mindannyian családoknál lettek elszállásolva, és az is nagyon érdekes, hogy kijelentették, hogy mindent szeretnének megkóstolni, megenni és meginni, amit a házigazdák esznek és isznak. Ahogy a vendégek maguk is rámutatnak, az ilyen csereprogramok egyedülálló élményeket nyújtanak és lehetőséget adnak a diákoknak, hogy megismerjék a különböző kultúrákat és új barátokat szerezzenek. Rendkívül örülünk annak, hogy részesei lehetünk ennek a csereprogramnak, és hogy lehetőségünk van megismerkedni más kultúrákkal, emberekkel, és ez rendkívül jelentős élmény a tanulóink számára. Hiszem azt, hogy sok mindent megtanultak itt. A házigazdák pedig különféle aktivitásokat szerveztek, amelyeket nagyon élvezünk. Szerettünk volna más kultúrákat is megismerni. Diákjaink eléggé kötődnek családjaikhoz. Itt azonban majdhogy nem egyedül vannak, és lehetőségük van arra is, hogy megtanuljanak önállóak lenni. A házigazdáink csodálatosak. Vannak közös hasonlóságaink, és valóban nagyon jól érezzük magunkat. Eleinte a tanulóink nagyon szégyenősek voltak, és szerettek volna hazamenni inkább. Mostanra azonban mindannyian szeretnének még tovább itt maradni, mert boldogok itt. Első alkalommal jártam Belgrádban és Óbecsén, és nagyon tetszik itt. A házigazdáink csodálatosak és nagyon szimpatikusak, az iskolai szervezés pedig kitűnő. Annak érdekében, hogy a vendégek megismerkedjenek Szerbia kultúrájával és szokásaival, a házigazdák programmal készültek, melyben a hagyományos néptáncokat, valamint a szerb vallási ünnepeket, az úgynevezett szlavákat és a szerb népszokásokat is bemutatták.
Vendégül meghívtuk a Gyidó Művelődési Egyesületet, hogy bemutassák a szerbiai hagyományos táncokat. A diákjaink, a tanárok és a szülők segítségével pedig bemutattak egy szerb vallási ünnepet, egy szlavát, ami valójában a szerb nép legfőbb jellemzője. Olyasmi, ami a világon csak a szerbeknek van. Teljes ünnepi asztali fogásokkal készültünk, az összes ínyentséggel, amelyeket egyébként az ilyen ünnepek alatt felszoktak szolgálni, valamint bemutattuk az összes ehhez fűződő népszokást is. Azok a diákok és tanárok, akiknél elszállásolták a vendégeket, szeptemberben 7 napos törökországi viszontlátogatáson vesznek majd részt Adanában. A hálózaton folyó karbantartási munkálatok miatt kedden és szerdán, azaz április 23-án és 24-én áramszünet lesz Óbecse egyes háztartásaiban. Ezeken a napokon 9-től 14 óráig áram nélkül maradnak a Mézes Düllő utcában a sörgyár mögött. Rossz idő esetén a munkálatokat elhalasztják, üzenik az Újvidéki áramelosztóból.